Négy ország képeslapgyűjtői, magyarok, szlovákok, csehek és egy brit találkoztak Komáromban. Az egésznapos rendezvény kiváló alkalmat kínált az ismerkedéshez, képeslapcseréhez és nem utolsó sorban a város megismeréséhez. A találkozó résztvevői a Postcrossing internetes közösség tagjai, akik, ahogy saját magukat nevezik, a képeslapok őrültjei, és akik a világhálónak köszönhetően az egész világot átívelő kapcsolathálózatot építettek ki. Hagyományos módon képeslapokat postáznak egymásnak. A cél minél több, minél érdekesebb, minél szebb képeslapra szert tenni. A komáromi találkozó megálmodója látás- és mozgássérült, mivel számára nehezebb kimozdulni a Komáromból, úgy döntött, saját városában hoz létre egy postcrossing találkozót. Korlátozva vagyok azáltal, hogy nagyon rosszul látok, és két mankóval járok, úgyhogy nem nagyon jutok el sehová. Ezért úgy döntöttem, hogy ha valahová nem tudsz eljutni, csináld magad. Meg akartam élni ezt a légkört. Úgy határoztam tehát, hogy megpróbálom megszervezni itt Komáromban, és ha érdekelni fogja az embereket, akkor egy szép postcrossing hagyományt hozhatunk itt létre. Ez sikerült is. A képeslapgyűjtők immár harmadik éve adnak egymásnak randevút a Dunaparti városban. Judit elsősorban a magyarországi, szlovákiai és csehországi találkozókon vesz részt. Az alkalmakról krónikát vezet, lelkesen gyűjti a képeslapokat és a barátokat egyaránt. És azt gondoltam, hogy így nagyon jó kapcsolatokat lehet kiépíteni, meg barátokra szert tenni, és ez valóban be is igazolódott, úgyhogy hál' Istennek eljárok találkozókra, és már elmondhatom, hogy rengeteg barát van, akivel így a postcrossingon keresztül ismerkedtem meg. Julian London mellől autózott el Komáromba a postcrossing találkozóra. I send postcards all over the world, and I receive postcards from all over the world. Képeslapokat küldök szerte a világba, és kapok is az egész világból. Jó magam közel 1000 képeslapot küldtem el, és hasonló számban kaptam is vissza. Ezzel a második helyen állok Nagy-Britanniában. Térképeket ábrázoló képeslapokat gyűjtök, államok, útvonalak, nagyvárosok, városok térképeit. Nagyon szép régi térképeket ábrázoló angol képeslapjaim vannak a 19. századból. Ezeket nagyon szeretem. Gabriel 10 éves kora óta, azaz 55 éve gyűjti a képeslapokat, mára 20 ezer darabos gyűjteménye van egyetlen témában. Gyakorlatilag csak földrajzi képeslapokat gyűjtök, városokat, hegyeket, templomokat, falvakat. Legyen rajta a természet és valamilyen emberi tevékenység is. Most a postcrossingon keresztül már kaptam 2 vagy 3 maxi képeslapot is az Antarktiszról. A komáromi találkozó szervezője saját képeslapokat is gyárt, amelyeken városa, országa történelmét jeleníti meg. Kedvenc témája pedig szorosan kötődik hozzá. Szívügyem a képeslapok gyűjtése, melyek témái a fogyatékkal élő emberek. A találkozó résztvevői tetteket sétált Komárom központjában, a helyi turisztikai információs irodában képeslapokat szereztek be, a nap fennmaradó részét pedig beszélgetve, cserélgetve, egymás gyűjteményét átnézve, baráti hangulatban töltötték el kedvenceikkel, a képeslapokkal.